Kenyeret és paprikát reggeliznek a hajléktalanok az oltalom szeretett szolgálat nappali melegedőjén. A tél közelettével napról napra egyre többen térnek ide be. A fedél nélkül élők számára minden évben krízis időszak a novembertől márciusig tartó közel fél év. Erre az intézménynek is fel kellett készülnie. Ilyenkor a oltalom szeretett szolgálatunknak, mint minden ellátórendszernek az az alapvető küldetése, hogy életmentő legyen, hogy senki ne essen áldozatul a zord időjárásnak, és erre összpontosítunk minden erőforrást. Így van, hogy a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely nyitva tartását ilyenkor még jobban egy össze hangoljuk, hogy ne kelljen az utcán tartózkodni. Nyári időben még jól is jön, hogy nem az intézmény területén, vagy az intézményben vannak, ugye. De télen, ahogy lehet, már be tudnak menni. Az oltalom szeretett szolgálatnál 150 férőhelyet tudnak biztosítani a nappali melegedőn, 100 férőhelyet az éjjeli menedékhelyen, 50 embert fogadnak a hajléktalanok idősek otthonában, és összesen további 80 fő ellátását végzik az átmeneti szállókon. A téli krízis időszakban ezt a kapacitást képes növelni az intézmény, amire várhatóan idén is szükség lesz. Pályázat útján ezen a télen már egy lábadozó centrum is segít a rászorulókon, de az ételosztásra is többet tudnak a következő hónapokban fordítani. Az éjjeli menedékhelyen és az átmeneti szállón vacsorát is tudunk biztosítani az ellátottaknak, ugye? Ez nem kötelező, mert a nappalin ott van népkonyha külön, ugye a nappali melegedő is a népkonyha, egyszeri melegételt kapnak, de utána mindenkinek magának kell gondoskodni az öngondoskodás jegyében arról, hogy a reggeli vagy a vacsorája az hogy van. Ugyanígy az átmeneti szállón az csak szállást nyújt annak, aki valamilyen ok miatt elvesztette a szállását. De ilyen helyzetben nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy fizikálisan ne rodjanak meg az ellátottaink. Az intézmény vezető elmondta, bíztatják az ellátottakat a koronavírus elleni vakcina beadatására, kötelezni azonban senkit nem szeretnének. Mint mondta, a hajléktalanok nagy részét az elmúlt hónapokban már beoltották, az ebből kimaradókat pedig maszk használatra kötelezik. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szeretett szolgálat dolgozói ma már felkészültebbek a járványhelyzet kezelésében, ennek ismeretében kezdődik az év legmegterhelőbb időszaka az ellátóhelyeken.